3:09 elmúlt pontosan 3 perccel, és itt vagyunk még mindig Nagykőrösön, ezen a kis focipályán a Ceglédi út mellett, a médiatornyunk mögött tulajdonképpen, és hát 2 csapat, a Csontdarálók és a The Team játszanak egymás ellen. 1-0 az eredmény, csak most már elfelejtettem kinek. Gábor Horthy Gábor, egyébként a Sportklub kommentátora itt velünk. Gábor, kinek a javára? A pirosak vezetnek Cserolan góljával 1-0-ra. És itt van, megérkezett a köménymag is, a pirosak köménymagja, itt kiabálnak mögöttünk. Igen, 7 perces egy fél idő, és... Ne felejtsétek el, a pirosakkal vagyok, értitek? Igen, a pirosak egyébként panaszkodtak, hogy őt rájuk is. Ha valakit eltáltam a pirosak közül, akkor én egy állat vagyok. Gyerekek, hoztak vizet a fiúknak, nem inni, hoztuk borogatni, jó? Úgyhogy vigyázzatok. Na jó van, akkor én kérem a fegyvert a kezembe, köszönöm szépen, folytatódik a paintball foci, és akkor Gábor, rád bízom, hogy mikor indítod el a 7 perces második fél időt. Én pedig Velke István testnevelő tanára bízom, ha ő karjelzése megvan, akkor... Nos, szünetben egyébként nagyon különös dolgot lehetett megfigyelni. Bocskor Gábor, a kékek menedzsere, vagy hát nem lelövője, megitatta a pirosakat, fölajánlotta ugye magát gyógyszerként, miközben szitával lőtte őket. Aztán volt még itt egy másik felkészülési mód, a pirosak 5-ös számú játékosát, Cserolandot például gletteléssel próbálták meg üzemképes állapotba tenni. Ez a legkeményebb az egészben, hogy labda után kell menni. Bocsi, ott van egy néni, mit szólnátok hozzá, ha esetleg... Ja tényleg, a néni is piros, hát nagyon menjen piros, onnan. Ki a pirosaknak az ellenfele? Tessék egy kicsit arrébb jönni, mert az a zenit típusú optika egy kicsit drága lesz, hogyha mondjuk széttörik. Egyébként kitűnő kötözőszerekkel felszerelkezett a mentőautó, úgyhogy most... Hát egyelőre a játékosoknak még mindig nehézséget jelent itt a pálya talaja. Jó egészséges vérkeringés. Csak egy kerékpár vagy egy hunyót lehetne lejátszani. Voga tanár úrnak közben a térde megsajdult, ezt tudom még esetleg felajánlani eseményként, mert hát a srácok itt egyelőre mint céltáblák futkóznak, és a labdarúgás nevezetű sportból olyan sokat nem merítettek ki nekünk. Egy ilyen burkolt megállapodásban lehetünk benne. Nagyon jól néz ki egyébként Surányi Viktor, akinek az apukája Surányi László, ők a legfestékesebbek. Végre egy egészséges lövés. Egy arclövés sajnos. Azt ki kapta? Azt a 2-es számú játékos a piros csapatból. Vagyis Surányi Viktor. Ó, elnézést, Viktor. Ó, egy bedobást szeretnék megakadályozni. Szépen adtad neki, bocs, jó kis lövések voltak. Ja, ez egy szabadrugás volt, bocs. Hát inkább olyan berúgásszerű egyébként. Azt a... Ha jól láttam, józan Nándi. Nándi, ajaj, ajaj, a családi ékszer, majdnem, oda lett, ugye? Ujjaj, 2 darab családi ékszer? 2 centire. Ja, 2 centire tőle. Hát, úgyis vagyunk 6 milliárd, nem kell ennyien szorongani ezen a földgőn, nem? Bocsi, ezt te voltál? Nem, voltam. Ja. Robin Hood, csak egy kicsit... Ne haragudj, ellenem vagy, bocsánat. Tiszta Chicagót láthatunk itt egyébként a pályaszélén. Jujuj. Elég különös volt egyébként a pirosak kapusának, nevezetesen Mész Zolinak a mozdulat, olyan, mintha szappanos lett volna a labda. Bocsi csípőből. És az első szabálytalanság a mérkőzésen, a 2-1-es. Kovács Márk, illetve Józan Nándi csapott össze. Na most a sorfalnak adhattok, srácok. Azt hiszem, hogy ez itt most... Hát nem egy hagyományos védekezési módszert kell választani, szerintem nem tudom, ha lefekszetek, talán úgy. Jó, csak kézre ne lőjünk, Lajos, mert azok már csúnyák. Hát, jó. És a kéz pedig olyan helyen van, amire, és ha fölemeli onnan a kezét, akkor mi van? A labdára ment Lajos, szakított a vadnyugati hagyományokkal. Azt mondom, elég a játékból szétlőm a labdát. De ott még egy van egy fotós úr, akit szeretnék, ha a lövő szögből kimenne. Léci, te ott a nénivel ketten valamiféle missziót tetszenek teljesíteni, vagy esetleg... Ott van a fejes gól! Különösen ebben a maszkban értékes ez a találat. Ágyin. Kobló Zoli, Kobi! Ő fejelt gólt. Zoli egy mosolyt a közönség felé. Nem hallom a hajrá pirost! Hajrá piros! Hajrá piros! Hajrá! Na azért, győzni fogunk. Attól egyébként nem kell tartani, hogy valami pucér játékos vagy esetleg kisasszony. Ez most jó közel volt ez a jelenség. Örömében Józan Nándi egy picit ugra. Tessék, nézd, milyen friss a mozgása. Ó, ne haragudj el. Az energia itt most jön ki benned, ugye? Én most közelről szépen. Nem lövök. Hopp, ott is jó közel vannak az alanyok. Jó tisztázott nem Szél Viktor a kékektől. Ő Rúni, Rúni a beceneve. Igen, időjük mindjárt.
Azt hiszem, a mérkőzésen a legnagyobb lövés. Aztán jutalomból még Józan Nándit izéporrá lőtték. Köszönjük szépen fiatalembernek, aki labdát akar szedni, hogy nekünk szedje, megunta viszont. 3 perc még a hátralévő idő, és hát úgy néz ki, hogy a győztes csapat tagjai korlátlan mennyiségben nézelődhetnek majd a 4-es, 6-os villamos megállóban. Ezt tűzte ki prémiumként egyébként a paintball és a labdarúgó sportágból alakult szövetség. Ez külön díj. Így van, így van. Húha, csúnyán beszélnek a játékosok. Azt nem szabad. Nem volt ott egy pici kéz, két tanár úr? Mert csak egy kéz volt, úgyhogy ez nem megítélhető. Jelentkezett igény, itt a lövő urakra mondom, hogy a játékvezető Sporinak kéne egy pár gyógygolyót fölküldeni a testére. Piros, a surán, Viktor, picit olyan visszahúzódó vagy. Igen, azt hiszem, hogy lehet fegyelmezni őket a lövéssel. Sokkal könnyebb lenne be ezek Dubajba kirándulni, nem srácok, mint hogy itt szanaszét lövetitek magatokra. Újjúj. Szerintem a torna első szöglete, nem, megérkezett az utalás a bírónak, kirúgás. Rendben van, minden optimális. Hol a bíró? Itt balszélen. Nem lehet bemenni, mi? Hát, azért van őnek is életösztönel. Nem akarja elvinni a cirkuszt, meg hát különben is a tavaszi szünet után dolgozni kell Velke Istvánnak, aki tök szépen... Hajrá, piros! Na azért! Ó, bocs! Jössz vissza! Mész Zoli picit olyan ugrósra, olyan pattogósra vette a figurát, és most itt vagy az önvédelem a fontos, vagy a rendes védekezés. Yes! Az igen! Önfeláldozó kapus volt, ez az. Időből 1 perc, az utolsó körre harangoznak lassacskán, úgyhogy srácok, a lövedékeket süssétek el. Picit, mint hogy a voxinak összeszűkült volna a tekintete, mert annyira meg akarja pörgetni, ugye ezt a 200 lövedéket. Még szerencse, ugye nem a sportpisztolyokat, vagy ezeket a sportfesték lövőt hozták. Hopp! Ez jó volt, ez szép volt. Cserolan nagyon benne van. Nem csak a festékben, hanem a lövésben. A homlokon lőttek? Vagy csak a pattanásod? Most a srácok a hátralévő fél percet keményen odaverik, jól tolják, tövig tolják, de hát ez a lövés ez most mellégurult. Közben megérkezett egy kerékpáros megfigyelő, nem tudom, hogy mennyire potenciális ellenfél, ott a fagylaltot esetleg, ha kimütitek a kezéből. Hát egy narancsfagyit csinálok belőle. Márko, Márko! De most már szándékosan fejlik ki a labdát. Igen, húzzák az időt. Egyébként 10 másodperc. Mire visszahozza, akkor fújjátok le, jó, hogy legalább elfáradtok. 9, 8, 7, 6. Tanár úr, vége. Egy sípszót kérünk. Köszönjük, srácok. Itt nem a győzelem volt a fontos, hanem a részvételnek, hogy megmeneküljenek. Óriási tapsot a két csapatnak. Egy-egyre végződött Cserolland, illetve Kovó Zoltán góljával a mérkőzés. Azt a mindenit. Na, hát gyerekek, 1-1. Egy kézfogás itt a csapatoknál, én rögtön megyek oda hozzájuk egy gyors interjúra. Ki volt az, akit egy ilyen 3 perce arcon lőttem a pirosok közül? Maszkon, mondjuk így. Ki? Te kaptál maszkra? Most egy ilyen 3 perc? Ez az enyém, a narancsárga, igen. Nem szép. Mennyire haragszol? Kicsit. Nem annyira. Nem annyira. A szád az... Már elnézést. Csak az sebes, vagy festékes? Festékes. Oké. Okay. Fiúk, meséljetek egy picit. Ki érzi úgy, hogy a legdurvábban bántunk vele? Te vagy a... Várjál meg! Kettes? A Viktor, ugye? Hát itt ki is vélezett az egész. De te miért fönn rövid nadrágba jöttél, drága ember? Iron Man! Nem szeretek hosszúba játszani. Jó. Hadd kérdezze meg a paintballosokat, hogy ez hány nap, míg újra helyreáll a bőrszín? Várjál, megyek Leventéért. Levi, hány nap ez, míg a bőrszín úgy nagyjából helyreáll? Kettő nap körülbelül. 2 nap körülbelül. Jó, ki az, aki megbánta ezt, hogy részt vett ebben? Hm? Senki? Abszolút nem. Abszolút nem. Élveztétek? Volt benne azért jó is? Persze, egyértelmű. Már lőttem rád? Igen, kaptam egy elég erőset a lábamra. Ti néztétek egyébként meccs közben, hogy ki az, aki lő rátok? Nem igazán, a labdával voltunk elfoglalva. Kegyetlenebb volt-e a lövés, ha közel voltatok a puskához?
Egyértelmű. Igen? Na most az mind a Voga volt. Micsoda? Mindenki én közeli játékosra nem lőttem. Mindenki felém jut. Tudom mondani, ki lőtt a legtöbbet. Ki? Te humánosan lőttél a lábakra. Igen. A Voga bárkire. A lőttél a legkevesebbet. Gyerekek, olyan. A találatok száma lényeg, gyerekek. Hát ilyet. Fiúk, nagyon-nagyon gratulálunk. Ajándékcsomagokat a hölgyek átadják nektek, és még azért Horthy Gáborhoz oda mennék egy-két szó erejéig. Szóval ez talán a legszokatlanabb mérkőzés lehet, futballmérkőzés, amit közvetítettél. Hát nem egy hagyományos összecsapás volt, az biztos. Nem tudom, hogy kinek a teljesítménye jobb, a tiétek vagy az övéké. Igen, volt-e benne egy sajnálat? Hát most itt, mivel mérkőzésről volt szó, inkább én a gólokat vártam. Igen, hát az egy-egy volt. Tökéletesen teljesítettek egy-egy a mérkőzés állása. Gábor, neked nagyon köszönjük. Kívánom neked, hogy sose kerülj úgy stadionba, hogy ilyen fegyverekkel a közösségre legyen. Nagyon szépen köszönöm. Külön egy tapsot Horthy Gábornak, a Sportklub kommentátorának. Fantasztikus volt, nagyon szépen köszönjük, és folytatjuk a fa foci játékot, ugye a Bos jó voltából. Elkezdődik a csocsó, majd ugye összerakjuk, az egy kisebb mérkőzés lesz. A falabdákat, Bos szerszámokkal és a fakapukat, és aztán egy mérkőzés dönti majd el, hogy kivihetje az a 30 ezer forint értékű Bos szerszámgépeket. Tehát fa foci, csocsó, Dóri hírei után.